Franciaország után Mexikó, vagy hivatalos nevén Mexikói Egyesült Államok a világ második leglátogatottabb országa. Évente 50 millió turista keresi fel ezt az Észak-Amerika déli részén található országot. Mexikó nevét a mexika azték indián törzs után kapta, és eredetileg Mexikó volt a helyes kiejtése. Mivel az X-es írásmód megmaradt, ezért ma már a legtöbb nyelven Mexikónak mondják. Ez alól az egyik kivétel a spanyol, melyben Mexikónak ejtik az ország nevét. És mivel ez a főnyelv Mexikóban is, ezért ott is a Mexikó az általános megnevezés. Ha kíváncsi vagy Mexikóval kapcsolatos érdekes tényekre, kérlek tarts velem ismét, mert ebben a videóban ilyeneket gyűjtöttem össze. Mexikóban található a Cholulai nagy piramis, mely földünk legnagyobb műemléke és egyben a legnagyobb alapterületű piramisa. Bár 54 méteres magassága jócskán elmarad a gízai nagy piramis 147 méteres magasságától, alapja 450 méter x 450 méteres, vagyis a teljes alapterülete 18,2 hektár. A piramis eredeti tolték indián neve Tlaichuaytepult volt, mely annyit jelent, hogy kézzel készített hegy. Sajnos az eredeti piramisból már csak az alsó szintje látszik, mivel az 1500-as évek második felében földdel fették be, és egy templomot is építettek a tetejére, mely a mai napig áll. Mexikóban él a legtöbb olyan ember a világon, akinek spanyol az anyanyelve. Szám szerint 113 millióan vannak, vagyis közel háromszor annyian, mint Spanyolországban. Azt már csak az érdekesség kedvéért teszem hozzá, hogy Spanyolország Argentínával holt versenyben csak a dobogó harmadik helyére állhatna fel, mivel még Kolumbia is megelőzi őket. Az ország lakosságának a 90%-a spanyol anyanyelvű. A maradék 10% többnyire a 68 máig fennmaradt valamelyik törzsi indián nyelvet használja elsődlegesen. Ezek közül négy olyan is van, mely annyira egyedi, hogy egyetlen nyelvcsaládba sem tartozik bele. Egykoron közel 400 különböző indián nyelv létezett, de mára ezek többsége teljesen kihalt. A kukorica, a csokoládé és a chili is Mexikóból származik. A kukoricát Kolumbusz hozta magával Európába 1493-ban, a chilit egy évvel később a portugálok, míg a csokoládét Hernán Cortés, a spanyol hódító juttatta el először az öreg kontinensre 1528-ban. Mexikóban létezik egy olyan adózási forma, melyet természetbeni fizetésnek hívnak. És ez még véletlenül sem a prostituáltakra vonatkozik, hanem a művészeknek ad lehetőséget arra, hogy ne pénzben adózzanak, hanem az általuk készített műalkotásokkal. Aki ezt az adózási formát választja, annak minden értékesített 5 műtárgy után egyet az államnak kell adományoznia. Pedro Lascurain 1913. február 19-én lett Mexikó 34. elnöke. Beiktatására egészen pontosan 17 óra 15 perckor került sor. 18 órakor azonban önként le is mondott tisztségéről, így ezzel ő lett a világtörténelem legrövidebb ideig regnáló elnöke. Ez alatt a 3/4 óra alatt mindössze egyetlen intézkedést hozott, kinevezte helyettesét Victoriano Huertát belügyminiszternek. Ezzel jogi lehetőséget teremtett arra, hogy lemondása után Huerta lehessen az ország következő elnöke. Ő pedig ezután szépen vette a kalapját, és végleg visszavonult a politikától. Mexico Cityben van a legtöbb taxi a világon. Összesen 140 ezer rója a város utcáit éjjel-nappal. Ez több mint 10-szer annyi, mint ahány taxi New Yorkban üzemel. Az eredeti formájú Volkswagen Bogár, vagy hivatalos nevén Type 1 gyártása 1938-ban kezdődött Németországban. 1967-ben Mexikóban is legördült az első ilyen autó a futószalagról. És bár a németek 78-ban leálltak ezzel a típussal, a mexikói gyár továbbra is rontotta magából a bogarakat, vagy ahogy ők nevezik, a bocsókat.
A legutolsó szám szerint a 21.529.464. bocsó 2003. július 30-án hagyta el a mexikói gyártósort. Aki a 2000-es évek elején vagy annál korábban járt Mexikóban, tapasztalhatta, hogy mennyire népszerű volt ez a típus. Szinte az összes taxi és az egyéb autó közel fele is bogárhátú Volkswagen volt ebben az időszakban. A Tepoztlán nevű település nem csak Mexikó, de a teljes észak-amerikai kontinens legősibb városa. Legkorábbi régészeti leletei az időszámításunk előtti 1500 körülről származnak. A legenda szerint ebben a városban született Quetzalcoatl, vagyis az aztékok tollaskígyó nevű istene is, aki a mai napig hatalmas tiszteletnek örvend az országban. Mexikó és az Egyesült Államok között található a világ legforgalmasabb határátkelő helye. A San Isidro határállomáson évente 106 millió utas és 48 millió autó halad keresztül. A két ország 3110 kilométeres közös határszakaszán egyébként összesen évi 580 millió határátlépés történik. Hogy érzékeltessem a nagyságrendet, ez majdnem annyi, mintha az Egyesült Államok összes polgára minden évben legalább egyszer ellátogatna Mexikóba. Ha a 100 000 főre jutó emberölések száma alapján keressük a világ legveszélyesebb városait, akkor az első hat helyen mexikói településeket találunk. Az első helyen a Mexikó várostól északra elhelyezkedő Szelása áll, ahol 100 000 főre 109 gyilkosság jut évente. Az ország egészét nézve ennél azért sokkal kedvezőbb a helyzet. Azonban még így is 35-ször nagyobb a valószínűsége, hogy valaki áldozattá váljon Mexikóban, mint Magyarországon. Mexikóváros egy több mint 21 millió lakosú metropolisz, mely a Tenochtitlán nevű ősi azték város romjaira épült. Ezt az átlagosan 2230 méteres tengerszint feletti magasságban lévő fennsíkot egykoron egy mára teljesen kiszáradt tó borította. A föld alatt azonban még most is jelentős mennyiségű víz található. A vízkészletet folyamatosan szivattyúzva látják el a főváros tióvízzel. Csak hogy ennek köszönhetően a terület évi nagyjából 30-40 cm-t süllyed. A tudósok szerint az üledékréteg még legalább 150 évig fog tömörödni, és ez alatt Mexikó város talaja 30 méterrel fog lejjebb kerülni a mostaninál. Ezzel még távolról sem ért véget az érdekes tények sora. De mielőtt tovább mennénk, egy kérés. Bizonyára te is sejted, hogy ezeknek a filmeknek az elkészítése rengeteg időbe és pénzbe kerül. Ha van rá lehetőséged, kérlek segítsd a munkámat a videó alatt található köszönet gomb megnyomásával. Ezzel támogathatod a következő filmek elkészítését egy általad választott tetszőleges összeggel. Ha anyagilag nem szeretnél hozzájárulni, már az is óriási segítség, ha feliratkozol a csatornámra, nyomsz egy lájkot, és megosztod másokkal is ezt a videót a Facebookon. Segítségedet nagyon köszönöm! Mexikóvárosban 12 metróvonal van. A számozásuk 1-től 9-ig tart, majd jön az A és a B jelű, aztán a 12-es. Ezek közül van 5 olyan vonal, ahol a szerelvények első két kocsijában kizárólag nők és 12 év alatti gyerekek utazhatnak. És bár a hivatalos verzió szerint Mexikóváros biztonságosabb, mint New York, ennek bevezetésére azért volt mégis szükség, mert nem hivatalosan annyira mégsem biztonságos. A közlekedési vállalat ugyanis azért érezte indokoltnak a női kocsik bevezetését, hogy ezzel talán csökkenteni tudja a metrókban a szexuális zaklatások, az emberrablások és a nők elleni egyéb erőszakos bűncselekmények számát. Közép- és Dél-Mexikóban a rovarok elfogyasztása teljesen átlagos dolognak számít. Ha ebben a térségben ellátogatsz bármelyik piacra, ott biztos, hogy fogsz találkozni sült rovarokat árusító kereskedővel. De akár élve is beszerezheted az esti grillezéshez a különböző ínyenc falatnak számító bogarakat, pókokat vagy kukacokat. A színes televíziót egy Guillermo González Camarena nevű mexikói feltalálónak köszönheti a világ. Bár Camarena fejében az ötlet már korábban megszületett, nem rendelkezett a prototípus megépítéséhez szükséges tőkével. Ezt úgy oldotta meg, hogy kimondottan ezért írt egy Rio Colorado című dalt, mely annyira népszerű lett, hogy ennek a bevételéből már tudta finanszírozni a kutatásait.
1939-ben saját otthonában mutatta be első színes készülékét, majd következő évben Mexikóban és az Egyesült Államokban is megkapta a szabadalmat találmányára. Mexikó a világ ötödik legnagyobb biodiverzitású országa. A szó biológiai sokszínűséget jelent, vagyis az állat és növényfajok együttes számát határozza meg. Mexikóban 1041 madárfaj, 439 emlős, 989 hüllő és kételtű faj, valamint 27 000 növényfaj él. A világ összes állat és növényfajainak nagyjából a 10%-a található meg ebben az egyetlen országban. A halottak napja keresztény ünnep, így azt Mexikóban is minden évben megtartják. Náluk azonban ez a hagyomány sokkal régebbre nyúlik vissza, egészen az azték időkig. Éppen ezért sok mindenben különbözik a nálunk szokásostól. Először ők is szűk családi körben emlékeznek meg elhunyt szeretteikről, de aztán egy hatalmas, többnapos fesztivál veszi kezdetét zenével, tánccal és felvonulásokkal. A mexikói halottak napja annyira egyedi a világon, hogy a hagyományt 2008-ban az UNESCO felvette az emberiség szellemi kulturális örökségének listájára. Mexikó nemzeti itala a tequila, mely egyike a legősibb magas alkoholtartalmú italoknak. Az első tequilát az aztékok készítették nagyjából 3000 évvel ezelőtt, a kék agave nevű növény levelének a lepárlásával. Nevét onnan kapta, hogy a tequila nevű város környékéről származik. A mexikóiak soha nem isszák a tequilát sóval és citrommal, ez a szokás csak Európában és Észak-Amerikában terjedt el. Ők inkább apró kortyokban fogyasztják, és a sangrita nevű alkoholmentes gyümölcsdzsúzzal kísérik, vagy egyszerűen koktélokat készítenek belőle. Amikor egyszer ellátogattam egy mexikói tequila gyárba, feltettem a kérdést, hogy miért kell hozzá mindenképpen valami kísérő. Erre a gyár igazgatója odahajolt hozzám és a fülembe sugta, hogy azért, mert a tequilának olyan borzalmas az íze, hogy enélkül senki nem bírná meginni. Mexikónak nem csak nemzeti itala, de nemzeti kutyája is van. Ez pedig a mexikói mesztelen kutya. Ezt a fajtát az aztékok kezdték tenyészteni 3500 évvel ezelőtt. Különlegessége, hogy teste teljesen csupasz, csak a feje tetején és a farka végén van némi szőr, és sokszor a fogazata is hiányos. Mexikóvárostól délnyugati irányban található Taxco az ezüstváros. Ez a bájos kis település két dologról is nevezetes. Az egyik, hogy a környékbeli ezüstbányáknak köszönhetően itt nagyon kedvező áron lehet ezüstékszerekhez jutni. A másik, hogy a legenda szerint innen származik a világ egyik legnépszerűbb koktélja, a margarita. Bár az is igaz, hogy ez utóbbi dicsőséget több mexikói város is magának követeli. Az Egyesült Államok és Kanada határvidékén él a pompás királylepke. Ez földünk egyetlen ismert költöző pillangófaja. Mint ahogy a madarak, ősszel ők is útra kelnek, és 3-5000 kilométer távolságot repülve jutnak el a mexikói Michoacán államba, hogy ott vészeljék át a telet. Minden évben 200 millió lepke teszi meg ezt a hosszú utat. A nagyjából 155 négyzetkilométeres telelőhelyüket 2006-ban az UNESCO bioszféra rezervátummá, majd két évvel később a világörökség részévé nyilvánította. Brazília után Mexikó a világ második legnagyobb katolikus lakosságú országa. A teljes népesség 75%-a vallja magát római katolikusnak, vagyis több mint 91 millióan. A Yucatán félsziget északi részén találhatóak a rózsaszín tavak. Élénk rózsaszín színüket annak köszönhetik, hogy vörös színű algák élnek bennük. Nyáron, amikor az erős napsütés miatt gyorsabb a víz párolgása, az algák koncentrációja is megnövekszik, és ilyenkor a tószíne még élénkebbé válik. A tavakban flamingók is élnek. Ezek a madarak is vörös algákkal táplálkoznak, és az ezekben lévő bétakarotin miatt válik rózsaszínűvé a tollazatuk. A Yucatán félsziget északi részétől a karibi partokig húzódik a világ második legnagyobb korallzátonya. A mezoamerikai korallzátony rendszer teljes hossza nagyjából 1000 kilométer. Ez ad otthon több mint 500 halfajnak és 5 tengeri teknősnek is. Emellett itt él a világ legnagyobb cecápa populációja is. A Mexikói Autonóm Nemzeti Egyetem volt az első egyetem az egész észak-amerikai kontinensen.
Az iskolát 5. Károly a Római Birodalom császára utasítására hozták létre 1551-ben. Ezzel 85 évvel előzte meg a Harvard University-t, mely az Egyesült Államok elsőként alapított egyeteme volt. További érdekessége, hogy a 10 emeletes központi könyvtárának nincsenek ablakai. 4 falát ehelyett 12 féle színű csempéből készült, többnyire azték motívumokkal díszített freskók borítják. 1846. május 13-án 2 évig tartó háború tört ki Mexikó és az Egyesült Államok között. A konfliktus lezáró békeszerződés feltételeit a győztes Amerika diktálta. A szerződés értelmében jelképes 15 millió dollár és a gazdát cserélő területeken élő mexikói polgárok tulajdonainak a tiszteletben tartásáért cserébe Mexikó lemondott teljes területének az 55%-áról. 8 évvel később 1854-ben még a mai Dél-Arizona és Új-Mexikó területét is megvásárolta az USA Mexikótól, mindössze 10 millió dollárért. Így alakult ki a két ország között a jelenlegi határvonal. Puebla városban található a Cuescomati nevű inaktív vulkán, mely földünk legkisebb vulkánja. Külső magassága összesen 13 méter, legnagyobb átmérője pedig 23. 8 méteres a krátere és 17 a mélysége. Ha arra jársz és szeretnéd belülről is megnézni, akkor egy csigalépcsőn juthatsz le a fenekére. A különböző turisztikával foglalkozó oldalak egyértelműen az ország középső részén található Guanajuatót tartják az ország legszebb városának. A települést a spanyol hódítók alapították 1546-ban. Legfőbb érdekessége, hogy a város alatt van egy kiterjedt, többszintes alagútrendszer, melyet eredetileg azért kezdtek építeni az 1800-as években, hogy áradáskor ezen keresztül elvezethessék a folyó vizét, és az ne öntse el a települést. Ma már inkább a közlekedési problémákra jelent megoldást ez az egész város behálózó pincerendszer. A belváros autóforgalmát ugyanis egyszerűen leterelték az alagutakba, az árvíz ellen pedig már gátakkal védekeznek. A mexikóiak a világ legnagyobb Coca-Cola fogyasztói. Bár összmennyiségben elmaradnak az Egyesült Államoktól, az egyfőre jutó fogyasztás mégis náluk a legmagasabb. Ez fejenként 185 liter cukrozott folyadékot jelent évente. Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy az országban az emberek több mint 30%-a elhízott, és a lakosság 17%-a cukorbeteg. Ha azt mondom banán, valószínűleg mindenki ugyanarra a gyümölcsre gondol. Csak hogy a világon összesen nagyjából 1000 különböző banánfaj létezik. Ezek közül 80 él Mexikóban, melyből 8 félét termesztenek kereskedelmi célból. Az ország északi részén található Chihuahua államból származik a világ legkisebb termetű kutyafajtája, a Chihuahua. A fajta átlagos marmagassága 12 és 20 centi között szokott lenni. A Guinness szerint a jelenlegi minikutya rekordot is egy Chihuahua tartja, mindössze 9,14 cm-es magassággal, és 553 g-os testsúllyal. Mexikóvárostól északkeleti irányban nagyjából 50 km-re fekszik Pachuca de Soto nevű város. Ennek egyik domboldalán a házak egészen különleges absztrakt festést kaptak. Ha az utcákon sétálgatsz, valószínűleg soha nem fogsz rájönni ennek az okára. Ha azonban a domboldaltól eltávolodsz, és megfelelő szögből és távolságból visszapillantasz, azonnal össze fog állni a kép szó szerint és képletesen is. A házak falai ugyanis egyben nézve egy hatalmas freskót alkotnak, mely a világ legnagyobb ilyen jellegű alkotása. Mexikóban a gyerekek a karácsonyi ajándékot általában nem december 24-én kapják meg, hanem január 6-án. Ekkor van ugyanis a három királyok napja, amikor a keresztény vallás szerint a három bölcs megajándékozta Jézust. És a végére hagytam egy személyes történetet. 1994. decemberében jártam Mexikóban. A Mexikóvárosban lévő szállodai szobánk ablakából csodálatos panoráma nyílt a Popocatépetl vulkánra, mely 5426 méteres magasságával az ország második legmagasabb csúcsa.
Hazaérkezésünk után, amikor este bekapcsoltam a tévét, épp a híradó ment, melyben vezető hír volt, hogy kitört a popokatapád. Szóval mindössze néhány órán múlt, hogy erről a nem mindennapi élményről lemaradtam. Ha szeretnéd, hogy más országokról is készítsek hasonló videót, vagy ismersz olyan érdekes tényt, ami itt nem hangzott el, kérlek írd meg kommentben, de a Gazdaságos Utazó Facebook oldalra is szeretettel várok mindenkit. Ha esetleg privát üzenetet szeretnél küldeni, azt a gazdaságosutazókukac@gmail.com címre várom. Még jó pár videót tervezek készíteni ebben a témában, és természetesen a Minden, amit utazás előtt tudni kell sorozatnak is lesznek újabb részei. Ha nem szeretnél ezekről sem lemaradni, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis harangombot is megnyomod, mindig azonnal értesítést fogsz kapni a legújabb filmekről. És ha tetszett ez a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és hozd meg másokkal is a Facebookon. Köszönöm a figyelmedet!